900 ukrán pedagógus vonult a háborús hadszintére, ami nagyszerű példa a saját népük szolgálatára, jelentette ki az ukrán miniszterelnök. Denis Mihály kiemelte, amióta az oroszok támadást indítottak, 3000 iskolát romboltak le, 1200-at tartanak jelenleg is megszállás alatt. Az oktatási folyamat azonban minden nehézség ellenére folytatódik, hangsúlyozta Denis Mihály. Az ukrán miniszterelnök kiemelte, Kijev mindent megtesz annak érdekében, hogy az ukrán oktatás és az európai oktatási tér szerves részévé váljon.